Hello mindenki, ez itt Kerberus, és múltkor említettem, hogy a következő videóban 4-5 csillagos hősökről fogunk beszélgetni, a második szezon 4 és 5 csillagos hőseiről, most pedig következzék, be szeretném tartani az ígéretemet, úgyhogy következzenek a második szezon 4 és 5 csillagos hősei. Ugye vágjunk is rögtön a lovak közé, azt mondja Ágvé, Ágve, Ágve, kinek hogy tetszik. Azt már tudjuk, hogy különböző családok hőseiként fognak szerepelni ezek az új hősök. Ez a kis kaméleon-szerű lény a levél családban fog szerepelni, mint láthatjátok. Na nézzük, ő az első, azt mondja, közepes maltöltődésű hősről beszélünk. 160%-os sebzést okoz minden ellenséges hősnek, és minden ellenfél nature, azaz természeti zöld defenzét, zöld pajzsát, védekezését 54%-kal leviszi 4 kör erejéig. No most, mit is jelent ez nekünk? Ugye 4 csillagos hősről van szó, a 4 csillagos hősöknél elsősorban, aki már egy adott szinten jár, értem ez alatt, hogy rendelkezik 5 csillagos hősökkel, akkor azt fogja nézni, hogy szükséges ez a hős, tud-e valami olyan bónuszt adni, ami miatt érdemes lesz felfejleszteni. Hát 160%-os sebzés minden hősnek nem igazán nagy dolog. A következő ez az mínusz 54%-os defense. Nature ellen nem rossz. Ugyanis eddig nézzük meg gyorsan, melyik azok a karakterek, amelyek levisznek valamilyen típusú páncélt, ugye? Sakál, holi, sárga páncélt visz le. Falcon, sólyom, piros páncélt visz le, ugyanígy 54%-kal. Ezen kívül ott van Panther, Párduc, az én nagy álmom, aki szintén 54%-os páncélt visz le lilából, azaz Shadowból. És mi maradt ki? Nézzük csak. Kék. Kékre ott van Arthur, aki szintén leviszi a fagyás elleni pajzsot, akivel szintén rendelkezem. Szóval gyakorlatilag elmondható, hogy ugye ez idáig a nagy álmom, vágyom, Párduc hiányzik ebből a repertoárból. Na most, ez a kis kaméleon lény leviszi 54%-kal a nature rezisztanciát, ami jól hangzik, titánok ellen például nagyon jól hangzik. Nagyon jól hangozhat eventen, közép szinten, azaz intermediate szinten, ahol egyébként is csak 4 csillagos hősöket lehet behozni, és az adott ellenfél, illetve nem is így mondom, az adott ellenfél, ugye ez kék karakter, és itt sülök bele, itt gabajodok bele mindig ebbe a történetbe, hogy ez zöld nature rezisztenciát viszi le. Azaz azt jelenti, hogy zöld hősökkel, ha támadod az ellent, akkor tudsz hasznot szerezni ebből a kaméleonból, és a zöld hősökkel támadod az ellent, ez azt jelenti, hogy kék mobokat szeretnél támadni ideális esetben. És itt jön az a bizonyos csavar, ami miatt én is belefülök ebbe a történetbe, hogyha zöld hősökkel akarod támadni a kéket, hiszen ez okoz dupla sebzést, akkor picit logikátlan, hogy behozz egy kék hőst. Illetve hát nem logikátlan, csak nem fog dupla sebzést okozni maga a kaméleon az ellenfeleknek. Hát remélem, hogy érthető volt, hogy mit akartam mondani. Szóval alapvetően ez ilyen 50-50, hogyha sok zöld mozaikod van a pályán, akkor ez a hős bizony nagyon szépen tudja növelni az általános sebzést. Nézzük tovább. Közben én ide kiugrok.
Következő Deirus. Egy lassú mana töltődéssel rendelkező hős. Nézzük, mit tud. 165%-os sebzést okoz a célpontnak, és kisebb sebzést a mellette állóaknak, szomszédos célpontoknak. Azt mondja, hogy a hős és a mellette álló szövetségesei 48%-os bónusz sebzést osztanak 3 kör erejéig, illetve a hős és a szomszédos szövetségesei 459 az életerőt töltenek vissza 3 kör alatt. Nyilván Gadeirus olyan tank szerepét fogja betölteni a négy csillagosok között. Alapvetően rendelkezik buffal, sebzés buffal, alapvetően rendelkezik heal-lel, úgyhogy azt mondanám, hogy aki éppen zöld, illetve alapvetően négy csillagos tankra pályázik, az elérhetőbb számára, akkor Gadeirus egy megfontolandó döntésválasztás lesz. És a családok területén pedig ő a kagyló családba fog tartozni. Aztán ki tudja, hogy mit fog ez még hozni számunkra, mit fog jelenteni ezek a családok. Egyelőre azt tudjuk, hogy ja igen, ezt tudjuk, és akkor elmondom, hogy valamiféle bónusz jár abban az esetben, ha több azonos családbéli hőssel, karakterrel tolsz egy pályát. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint az utolsó hónapok elemental linkjei. Hogyha két zöld levélcsaládból származó karakter behozol, akkor például megeshet, hogy 1-2%-kal több sebzést osztasz, mondjuk 2%-kal több sebzést. Ha három ebből a családból származó karaktered van bent, akkor plusz 3%-os sebzést, és így tovább, ezt valahogy így kell elképzelni. Megyünk tovább. Ameonna. Na most. Ő egy nagyon-nagyon érdekes hős, és már is, annak ellenére, hogy még nincs Season 2, de nagy érdeklődés övezi őt. Miért is van ez? Nézzük meg. Rögtön feltűnik, hogy a sebzése az 775-ös, ami azért egy óriási sebzés egy négy csillagos hősnek, és ez még nem minden. Különleges képessége, hogy átmegy szellem alakba. Ez a ghost form. Most, hogyha itt elolvassuk, hogy mit ír, akkor láthatjuk, hogy miután átment szellem alakban, akkor eltünteti magáról az összes átkot, összes sebzést, gyakorlatilag mindent, de ehhez tartozik még a eltüntethetetlen átkok sebzések is, ami picit paradoxon, hiszen ezeknél az adott képességeknél pont az a lényeg, hogy ne lehessen diszpelelni. Na most, hogyha átmegyünk Ghost Formba, még ezek is lepottyannak rólunk. Itt már nagyon érdekes a történet. És akkor folytatódik. Mi alatt szellemformában vagyunk, a hősünk, ez a kis kör szamara horrorisztikus lányunk, plusz 82%-os normál sebzést is oszt. Szóval 775 alapsebzés plusz 82%-os normál sebzés, hát az valami bődületesen nagy szám. És ez egy négy csillagos hős, hangsúlyozzuk ki. Azt mondja, amíg szellemformában van, nem tud manát generálni magának, szóval nem tudjuk a manánkat növelni, ugyanakkor sebzést nem tudunk elszenvedni, sem speciális támadást, sem semmi más, gyakorlatilag abszolút halhatatlanná válunk Ghost Formba, és ez a szellemforma négy kör erejéig tart. Ő a virág családba fog tartozni. Na most, miért brutális ez a hős? Alapvetően én már sokszor rögvest eventekben, eseményekben gondolkodok, de egy négy csillagos hősnek ez a 775% plusz a 82%-os sima sebzés, ez az bődületesen nagy szám, nagyon-nagyon nagy szám. Ráadásul, ha eltolom a szellemformát, mondjuk az utolsó pályánál még csak nem is tudnak megsebezni, már jó, nyilván akkor nem ezt a karakteremet, hanem más karakter fog sebezni az ellen.
De akkor is ez valami bődületes, ez nagyon OP. És gyakorlatilag ez egy olyan karakter lesz, hogyha raidelünk, vagy raidelsz, és marad két-három ellenfél, míg te ővele egyedül el tudod nyomni a szellemformát, simán akár még tudhatsz hozni olyan gémeket, ahol alapvetően már semmi esélyed nem lenne, de a szellemforma ezt lehetővé teszi. Úgyhogy ő egy nagyon várós kis karakter, és ráadásul a lila, az megint csak az eseményeknél, az eventeknél a lila hősök azok egész jól jönnek. Többen játsszák a lila hősöket, ugye Tiburtus miatt, aki leviszi az általános páncélt, vagy így Merlin ott van, aki tudja negálni az ellenfél képességét. Szóval őt nagyon várjuk a Meonnát, és remélhetőleg gyorsan meg is szerezzük. Lépjünk tovább. Itt van Proteus, egy másik brutális négycsillagos hős, úgyhogy itt most azt hiszem, hogy elmondható abszolút a lilák, a Shadow hősök lesznek a legvárósabbak. 711 alapsebzés, szép. Közepes mana töltődéséhez rendelkezik. És akkor itt jön a durva rész, 295%-os sebzést tol az ellenfélnek és a szomszédainak, ami egy nagyon nem rossz sebzés. Mindemellett az ellenfelem és a szomszédos szövetségesei 3 kör erejéig nem kapnak manát, nem tudnak manát tölteni. Gondolom ez mindenkinél felidéz valamit, egy másik hős képességét, ugye ez pedig Hel, tulajdonképpen egy négy csillagos hősben megkreálták Helt, sokkal nyilván sokkal elérhetőbb lesz mindenki számára, és ez is egy olyan hős, aki függetlenül attól, hogy négy csillagos, tulajdonképpen game changer lehet raideknél, mert ezt jelenti, hogy meg tudod fordítani egy relatíve negatív rossz helyzetből is a mérkőzésedet. Szóval a Proteus Scar of the Depths-je egy nagyon város kis skill, ami azt jelenti, hogy a mélység sebe, jó, vagy sebb helye a skilljének neve. Következő hősünk Wilbur, vagy Wildbur, Blomobur. Szintén levél családba tartozó, egy nagyon jó kis support karakter, közepes mana töltődéssel rendelkezik. Nézzük, mit tud. Plusz 45%-os sebzést tesz lehetővé, és ezen kívül még 20%-okkal 3 kör erejéig növeli az adott hőseink sebzését, minden alkalommal, ahogy ellenfelet érnek, ütnek. Ugye rögtön elmondható, hogy Vágburm egy Boltask és egy Brienne keverék, mert a sima plusz sebzésen kívül még körönként tornázható feljebb a sebzés, és ez nem lenne elég, minden karakter plusz 63%-os páncélt nyer, és a sérüléseket megosztja egymás között. Na most ez nem tudom, mit kinek mit mond, de nem elég, hogy egy Boltask és Brienne keverék, de ugyanakkor egy Vivica és hogy hívják a kék lovagot? Nem ugrik be a neve, Gunner, ugye? Ennek a négy karakternek a keveréke, plusz sebzés, plusz körönkénti extra bónusz sebzés, plusz páncél és sebesülés megosztás, vagy sérülés megosztás. Szóval ő egy brutális karakter, alapvetően nagyon erős, jó alap offenzívára is, defense-re is. Ugye egyetlen hátránya, hogy négy csillagos, ami azt jelenti, hogy mondjuk eventeknél a defense védekezés igazából elhanyagolható, ott talán csak a plusz extra sebzés az, ami kihasználható. Most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy tulajdonképpen Boltaszkot felválthatná, viszont ez a karakter nem hílel, ami azért mínusz,
és a pirosaknak amúgy is van már egy olyan együttjátszás, egy olyan szinergia, hogy most hát valakinél vagy befér, vagy nem. Egyébként egy borzasztóan erős karakterről van szó, de én úgy gondolom, hogy ezek az egyes képességei olyan szinten megosztják a támadást és a védekezést, hogy nem biztos, hogy fogom őt akarni használni adott szituációban. Maradjunk annyiban szituációfüggő. Itt van Sumitomo, ez a kis keleti karakter. Ugyancsak virág családba tartozik, mint szellemlányunk, emlékeztek. Közepes mana töltődéssel rendelkezik, 280 százalékos sebzés, ez amúgy egyébként egész kis szép nyelvtörő. 280 százalékos sebzést oszt ki az ellenfélnek. Tulajdonképpen counter-atakkal ellentámadással rendelkezik. 5 kör erejéig, ugye ezt tudjuk, hogy olyan skill, ugyanaz a skill, mint Obakannak vagy Cipriannak, és ezen kívül a hősünk minden counter-atakkal, minden ellentámadással 24 HP-t, életerőpontot nyer. Szóval Sumitomo tulajdonképpen tank szerepét fogja betölteni. Itt van Gobbler, egy másik Kaméleon karakter, levélcsaládból, közepes mana töltődés. És láthatjátok, hogy a skilljének neve Minion Eater, ami ugye Minion falót jelent. 155%-os sebzést okoz minden ellenfélnek, elpusztít minden minionját az ellenfélnek, illetve minden minion ért, amit megevett, a mi hőseink 50 életerőpontot nyernek. Nagyon specifikus hős, egész nyilvánvalóan nem használható másra, mint hogy countereljünk mondjuk egy piroskát, akinek ugye ott vannak a róka minionjai, vagy countereljünk egy Delilah-t, aki egész irritáló és frusztráló tud lenni, ha ellövi egyszer-kétszer a skilljét, és megjelenik 5-10 minion. Tulajdonképpen abban azoknál az eseteknél használható, ugyanakkor én nagyon megkérdőjelezem a szükségességét ennek a karakternek, illetve a létjogosultságát, hiszen láthatjátok, hogy közepes mana töltődéssel rendelkezik, még csak az sem biztos, hogy fel tudod tölteni időben ezt a képességét, hogy rögtön counterelni tudj egy Delilah-t, vagy egy piroskát, hát meglátjuk. Illetve én mindig fenntartom annak a lehetőségét, hogy hát ha jönnek még olyan módok, hát ha jönnek olyan modifikációk, és a többi, ahol majd az egyes karaktereket akár specifikusan fel tudjuk használni. Szerintem igazán fasz lenne, igazán jó kis zamatát adna a játéknak. Mondjuk egy olyan mód, ez is váltakozhatna akár az események, ahol csak a hírre helyeznék a hangsúlyt, mondjuk a Small Giants. Ez alatt mit értek, hogy ki mennyi heal tud kitolni magából adott időn belül. És akkor rögtön ugye felértékelődnének a healerek, kinek van több healere, kinek van jobb healere. Nyilván ugyanúgy számítana a tábla, hogy hogyan tudod feltölteni manával azokat a karaktereidet, és hogy mennyi healt tudsz bevinni. Én szerintem ez egy nagyon jó kis mód lenne. Ugyanígy el tudok képzelni egy módot counter-atakosoknak, riposztosoknak, mint már említettem, Cyprian, Obakan, stb. Ezeknek a karaktereknek. Ezt igazából teljesen függetlenül mondom az érdekeimtől, ugyanis én nem nagyon kedvelem ezeket a riposztos, counter-atakos karaktereket, de minden esetre érdekes lenne, hogyha bevinnének valami ilyesmi módot. És akkor lehet, hogy szép napon hirtelen arra ébredünk, hogy tulajdonképpen minden hős hasznos valamire, minden hős alkalmazható valahol. Szerintem ez egész jó lenne. Megyünk tovább, Triton, 4 csillagos hős, kagyló család, gyors mana töltődéssel rendelkezik, és láthatjátok, hogy brutális 335%-os sebzést tol ki ellenfélnek, illetve minden szövetséges plusz 39%-os gyógyulás kap 4 kör erejéig. Úgyhogy igen, csak pofács kis karakterről beszélgetünk.
megint leginkább a gyorsmana töltődés miatt és a nagy sebzés miatt. Most hirtelen nem is tudom, hogy Szonya mennyit tol, de akkor már nézzük meg, ha itt vagyunk. Ugyanis Szonyával éppen rendelkezem maxos szinten. 345%-os sebzést tol. Ugye Triton 10%-kal kevesebbet, ám ez nem jelent semmit, mivel ha megnézzük, 724 alapsebzése van, míg Szonyának 607, szóval gyakorlatilag 120-szal kevesebb, úgyhogy Triton több damage-et tol ki, és amennyibe Dispeller funkciót nem szeretnénk, vagy nincs szükségünk rá, a heal az mindig jól jön, Triton még ezt is támogatja. Ugye itt fontos elkülöníteni, hogy ő nem heal-el, hanem all allies get plusz 39% healing received for 4 turns, ami azt jelenti, hogy amennyiben van egy healerünk, egy boltászk, miután Triton előtte a képességét, akkor boltászk 39%-kal többet fog healelni. Ugyanez érvényes lehet Kirillnél is, ami nagyon jó egyéb iránt, mivel bár ők nem healelnek olyan sokat, hiszen egyéb képességekkel rendelkeznek, de ezzel a plusz 39%-os heal-lel jelentősen megdobódik az ő healjük, Boltaszké, Kirillé és így tovább. Na és akkor azt hiszem, hogy jönnek az 5 csillagos hősök, illetve itt még van egy 4-es, akkor nézzük meg őt. Danzaburo, ez a kis panda, Rimple Skill School Steel képességével rendelkezik, illetve ahhoz egy nagyon hasonlóval. Rimple Skill plus Glidly, ő a melyik a, ugye piroskás eventben jelent meg, kártyajátékos, húz egy kártyát, annak függvényében osztja a képességét. Ez a kis panda ugyanezt csinálja, nem látjuk a teljes leírást, de hogyha a három trükkjéből a swords, azaz a kardokat húzza ki, akkor a kardok 240%-os sebzéstől minden ellenfélnek, minden ellenfél mínusz 54%-os pontossággal fog 33 kör erejéig rendelkezni. Ugye ez Yoon-nak a képessége, vagy Drake-nek a képessége. És még ezen a swords-en kívül nyilván van kettő másik. Úgyhogy ő ilyen kis szerencsejátékos. Én azt mondom, hogy tud jó lenni. Én főleg ezeket a karaktereket defenzívában tudom elképzelni, hiszen ott tulajdonképpen mindegy, hogy a háromból melyik képességét tolja el, az biztosan hasznos lesz, míg offenzívánál ez egyáltalán nem mondható el. Ha ki tudnék végezni öt karaktert a sebzéssel, és erre fel engem heal-el, vagy megnyomja a saját páncélomat, akkor azzal nem sokra megyek. No, és az egyelőre kiszivárogtatott karakterek közül nézzük az öt csillagosakat. Kezdem Kionával, bár ő, ha minden igaz, akkor a következő Hero of the Month karakterünk, azaz hónap hőse karakter. És nagyon-nagyon jó kis karakternek tűnik. Bleeding Edge képességének neve, ami vérző élt jelent, közepes mana töltődéssel rendelkezik, 372%-os sebzést okoz az ellenfélnek, maga a hős és a szomszédos szövetségesei plusz 45%-os sebzést kapnak, és további 20%-ost három kör erejéig, amennyiben talál a karakterünk. Ugye ez megint csak az előbb már említett Brienne képességéhez hajaz. És Boltász-Brienne kombináció, mondjuk így. Emellett pedig Elemental Link-el is rendelkezik, ami nála plusz 4%-os plusz pillanat. Igen, plusz 4%-os healt jelent, gyógyítást jelent 6 kör erejéig.
hogy ez megint csak támogatja a healereinket. Úgyhogy ő Kiona, ő lesz a minden igaz a következő havi Hero of the Month. Jó, jó kis hős. Tudom ajánlani. Bár ez most igazából necces egy történet, mert már tudjuk azt is, hogy a következő szezonnal visszajönnek az előző évi Hero of the Month-ok, a hónap hősei, és ha minden igaz, akkor visszajön. A első között lesz Hel és Perseus. Perseus nem érdekes, viszont Hel szerintem sokunknak fáj rá a foga, és ennyi lila ötcsillagossal már bizony bajban vagyunk, bajban leszünk, hogy melyiket is szeretnénk felhúzni, ráadásul még mindig hajtok Pantherre. Úgyhogy igazából még a jövő zenéje, hogy fogok-e húzni Kionára, meglátjuk. Na és akkor jönnek a szezon 2-es ötcsillagos hősei. Hármat tudok megmutatni nektek egyelőre, ezt a hármat szivárogtatták ki. És akkor itt van a Mega Giga Hiper Super Tank Aegir. Hát van egy kis trónokharca beütése, azért valljuk be. És ez valami brutális. A jó hír, hogy simán ugye bekeríthető, megszerezhető hős lesz, és biztos, hogy akinek meg lesz, az lecseréli rá Guinevere-t jó esetben. Hát miről is van szó? Nézzük meg, eleve 1446-os életerő. Simán, mindenféle buff, trúp nélkül. 805-ös páncél. Ez nagyon nagy. Közepes mana töltődés. Még csak nem is lassú, ugye itt ezt hangsúlyoznám, ezt emelném ki. És nézzük, mit tud. Azt mondja, hogy a hős és a szövetségesei, a szomszédos szövetségesei 63% plusz defense plusz páncélt kapnak, és megosszák egymás között a sebzést. 5 kör erejéig. Na most ezt azért mérjük fel, hogy ez mit jelent. Azt jelenti, hogy ha egyszer ellövi a képességét, és már pedig tuti, hogy ellövi, akkor plusz 63%-os páncélt kap, nem csak ő, hanem a szomszédai is, és megosztják egymás között a sebzést, magyarán még vagy háromszor olyan nehezen fogod tudni őt legyűrni. És akkor ez csak egy, ugye a három közül. A következő képessége, hogy a maga, a tank, azaz a karakterünk, és a szomszédos szövetségesei 50%-át a kiosztott sebzésüknek visszakapják heal formájában, gyógyulás formájában. 5 kör erejéig. Több picit lelassítok, mert ugye mindig olvasok, és közben próbálom felfogni ezt, hogy mi az, amit olvasok, mi az, amit fordítok. Na hát, nem rossz, nem rossz. Szóval nem csak, hogy plusz páncél, nem csak, hogy sebzés megosztás, de még tulajdonképpen bizonyos értelemben hílelődik is ő és a szomszédai. És ezen kívül megint csak egy következő element link, ami egyébként hasonló Kionához, úgyhogy én nekem az a füles, hogy Kiona lesz a következő Hero of the Month, de ez elbizonytalanít, hiszen ennek a karakternek is ugyanaz az element linkje, mint Kionának, mint az előbb említett, illetve bemutatott lila karakternek, hogy visszaépít, illetve heal-el plusz 4% életerőt minden blue, minden kék karakternek. Most engedjétek meg, hogy visszanézzek. Ez is recover. Igen, ez is visszaheal-el 4%-ot. Nem is tudom, hogy mit mondtam előbb, hogy ezt mondtam én, ahogy, hogy támogatja a heal-eket, de nem, visszaépít heal-t, életerőt, és ez is visszaélít. Vissza épít, állít életerőt. Szóval, hát ő nagyon csak közkedvelt tank lesz. Abszolút bizonyossággal állíthatom. Itt van egy következő ötcsillagos mókár, őről nem fog sokat beszélni, mert igazából nem nagyon értjük, hogy milyen szerepet kéne neki betölteni. 260 sebzéstől minden ellenfélnek közepes mana töltődésre rendelkezik. Itt van egy csavar, 80% sebzést minden szövetségesednek is ő kioszt, mert egy ilyen kis pszichopata. Azt mondja, hogy Holy Saint, sárga hősök ellen extra sebzéstől, és minden lila hősöd
immunis erre az erre a képességre. Na, úgyhogy igazából ez egy olyan hős, hogyha valaki ismeri Encore-t, neki van egy ugye poén csapata, a poén nem is annyira poén, mert én is tolom 5 pirossal, 5 lilával tolja. Hát ha 5 lila mellébe rakod ezt a kis kalapácsfejű cápát, akkor elvileg ugye magadnak nem oszt ki sebzést, mivel az összes karaktered lila, shadow, az ellenfélnek viszont a holy karakterje extra sebzéstől. Hát érdekes. Ötletnek nem rossz, mert mégiscsak egy újdonság, egy egész egyedi karakterről beszélünk. Az már egy más kérdés, hogy abszolút nem hasznos. És akkor itt jön ő, Tarlag, aki a tank karakter mellett, a kék, bemutatott kék tank karakter mellett megint csak egy abszolút must have, azaz kötelező karakter lesz mindenki számára, aki komolyabban tolja a gémeket és magasabb szinten játszik, ugyanis képessége közepes manatöltődés mellett a következő: minden szövetségesed plusz 100% normál sebzést oszt 4 kör erejéig, és ráadásul stacks with similar, azaz stackelhető. Ugye ez magyarul annyit tesz, hogy egy boltászkal bármilyen más egyéb sebzés növelő karakterrel Tarlag képességei összeadódnak. És akkor maximum 230%-os normál sebzés erejéig. Most az még egyelőre nem tisztázott, hogy potenciálisan Wukonggal stackelhetőnek kellene, hogy legyen, de láttam róla videót, és igazából nem okozott a kettő együtt több damage-et. Ennek lehet, hogy az az oka, hogy Wukonggal már akkor a sebzést osztanak ki, ami nem fér bele ebbe a restrikcióba, ebbe a megszorításba, hogy 230%-os normál sebzésig. Ugye miért jobb Wukongtól? Egyrészt, mert 10-es titánokon, illetve a fölött Wukongot már gyakorlatilag one-shotolja minden, de hogy ő nem misszel. Mindenképpen óriási sebzést viszel be az ellenfélnek, és nincs miss lehetőség. Nincs meg az a lehetőség, hogy nem találsz. Ja, és még, hát ez mindig csak nem elég, minden szövetségeset 324 életerőt regenerál 4 kör erejéig. Szóval Tarlag, hát az olyan szinten must have, mint csak mondom, hogy muszáj karakter, muszáj meglenni karakter, akire mindenki pályázni fog garantáltan. És akkor nézzük az utolsó hősünket, akiről lerántották a leplet, ő Missandra, kék karakter, 5 csillagos, gyors manatöltődésű hős, 385%-os sebzéssel rendelkezik az ellenfélre, illetve ütésének, támadásának 42%-os esélye van, hogy további karaktereket, további ellenfeleket üt meg, akár 3 körig, mármint, hogy akár plusz 3 ellenfelet is megüthet, és ha megüt további ellenfeleket, akkor minden szövetségesünk egy kis mértékű mana növekedést tapasztalhat, amennyiben sikeres a támadása Missandrának. Úgyhogy nagyon jó kis koncepció, megint újdonság, eddig ilyen még nem volt. A levélcsaládba fog tartozni ez a női kalóz karakter. Abszolút, abszolút, hogyha valaki kék, 5 csillagosok hiány van, akkor biztos, hogy érdemes őt felfejleszteni. Már csak azért eleve, hogy gyors, és ez a manatöltődés, ez is nagyon pöpec. Úgyhogy igazából, hogyha nem várna Isarnian az utolsó Ascension-ére, az utolsó felemelkedésére, akkor Missandra egy potenciálisan esélyes karakter lenne. De nem elég, hogy Isarnia vár rá, de itt van Aegir. Én ugye nem rendelkezem Guinevere-rel, nem rendelkezem egy kimondottan nagyon beteg tankkal, ő pedig egy nagyon beteg tank, szóval sikerülne kihúzni, akkor alapvetően nyilván ő élvezne elsőbséget megint csak Isarnia helyett, mellett, előtt is.
Jó, jó pár karakter bemutattam most, ezen kívül még nyilván sokkal több várható, rengeteg sok újdonsággal, de már most 35 percnél tartunk, úgyhogy igazából én most lassan elbúcsúzom, ugye itt van a Season 2, láthatjuk, hogy egy nap és 18 óra múlva kezdődik az új második szezon, amit már nagyon-nagyon-nagyon várunk, remélhetőleg nagyon sok újdonságot, sok izgalmat fog nekünk tartogatni. Húzni mindenképpen fogok, és majd remélhetőleg azt is be tudom mutatni, hogy milyen jó kis hős sikerül az új Atlantiszi kapuból elővarázsolni. Arra már gyűjtögetem egy ideje a gyémántokat ismét csak. Úgyhogy hát azt kell mondanom, minden bizonnyal rövidesen találkozunk. Addig is nagyon szép napot kívánok, sziasztok!